1901-ben készült az első magyar film, amiről csak azt tudjuk, hogy a Tánc volt a címe, valamint azt, hogy ez egy ismeretterjesztő film volt. Tehát a magyar filmszakma az ismeretterjesztő filmek gyártásával kezdődött. Ez egy ilyen kultúrhistóriai, picit néprajzi beütéssel készült film volt, és hát olyan emberekkel, akikről gyakorlatilag Pesten ma már utcák vannak elnevezve, mert Blaha Lujza, Márkus Emília, Varsányi Irén, Hegedűs Gyula, ilyen szereplőkkel készült ez az ismeretterjesztő film, és egyébként az mai Uránia mozinak a tetőteraszán forgatták ráadásul. De az egész Uránia egy nagyon érdekes szituációt teremthetett ehhez a forgatáshoz, ugyanis Európában bizonyos állami kulturális színházakat neveztek el, amik később mozivá alakultak, Urániának. Volt egy Uránia Berlinben, volt egy Uránia Bécsben, és 1897-ben egy tönkrement mulatót megvásárolt az állam, és abban megcsinálta a budapesti Urániát, ami mind a mai napig Uránia Filmszínház néven fut. Abban az időben még csak Uránia Tudományos Színház volt. Ugyanis rájött a, hát ma úgy szoktuk ezt nevezni, hogy kulturpolitikai vezetés, hát ugye birodalom lehet, hogy más neve volt, de a feladata ugyanaz volt, hogy egy országnak a kulturális színvonalát megpróbálja ismeretterjesztő előadásokkal azoknak a számára is emelni azt a színvonalat, akik mondjuk nem születtek olyan arisztokrata családban, akik külföldi egyetemeken, stb. Ilyen magas színvonalú oktatásban részesülhettek, de igyekeztek egy országos kulturális színvonalat elérni. A úgynevezett középrétegek számára és az úgynevezett alsóbb néposztályok számára létesítették ezeket a kulturális színházakat, ezeket az urániákat. A nevük onnét származik, hogy ugye az Uránia volt a görögöknél, az Uránia istennő volt a kultúrának, a tudásnak a szentje. Megjelentek a különböző mozgóképek, például ez a repülőtéri mozgókép, amely máig nem tudom, hogy milyen eseményt ábrázolt. Tulajdonképpen, ha akarom, a filmhíradó őse volt, mert biztos, hogy valami érdekességet mutatott be. Már 1913-ban megalapították a pedagógiai filmgyárat. Ez a pedagógiai filmgyár, ez az Üllői úton a Fradi pályával szemben még ezelőtt egy jó pár évvel meg is volt. Ez tulajdonképpen ezelőtt 25 évig ugyanezt a szerepet töltötte be, hogy a tudományos filmgyártásnak és a rövid filmgyártásnak a központja volt. 25-ben bevezették a kötelező iskolai filmoktatást. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Az iskolákat ellátták akkor még néma filmvetítőgépekkel, és a mozgóképet felhasználták arra, hogy a tanár el tudjon magyarázni jobban bizonyos érdekességeket a mindennapok világából. Elsősorban ilyen úgynevezett tájfilmek voltak nagy divatban, ami az ország egyes részeit, városait mutatta be, de bizonyos néprajzi dolgokat is megmutattak. Abban az időben vagy ugyanígy végigbeszélt egy tanár, vagy pedig alázongoráztak valamit a moziba. Ennek most már, hogy úgy fejezem ki magam, gyárilag alátettek egy kis zenét az archívumban. Budapest fürdővárosa címe. Ezek az ismeretterjesztő filmek, aztán a hangos filmmel ugye még jobban elterjedtek, megmaradtak a háború alatt is, és a háború után is megmaradtak természetesen. A témakörük kibővült, mert már a háború alatt elkezdtek történelmi témákat feldolgozni, a háború után pedig a történelmi témákon kívül jöttek művészeti témák hozzá, és a természettudományos dolgok, mint a fizika, kémia. Rájöttek, hogy azok a sima magyarázó narrátor szövegek önmagukban, plusz egy kis zene, mint itt volt, kevés ahhoz, hogy fenntartsák a közönség figyelmét, és ezért filmesebb eszközökkel kezdtek dolgozni, atmoszférákat használtak, a környezetzajokat, élő szövegeket, és hát továbbra is azért még megmaradt a zene. Itt a kezdeti időszakból a
40-es, 50-es évek fordulójában, inkább az 50-es évekből elég ismertek voltak Homoki Nagy Istvánnak a filmjei, a tájfilmjei és a természet filmjei. Ebben az időben indult Kolányi Ágoston film szakmai tevékenysége is. Ő maga is természetfilmekkel kezdte. A megszokás és tanulás. Az ember kiválasztó tevékenysége együtt alakította a házi állatok testi felépítését és viselkedését. Tudós állat a nyájterelő puli. Tudományában épp úgy szerepe van az ősi, ösztönös készségének, mint a tanulásnak, az olykor kemény nevelésnek. A juhász nem tudna így összeterelni őket. Ennek a korszaknak a harmadik meghatározó rendezője, ez most minden szerénység mellett ezt kell mondanom, édesapám Lakatos Vince volt, aki főleg a dokumentumfilm eszközeivel végezte ezt az ismeretteresztő munkáját. Néprajzi filmeket készített nagyon sokat, és a tanyavilág életéről készített olyan filmeket, amelyek aztán bizonyos esetekben már politikai lépésekhez is vezettek. Ráadásul egy gyerekkori barátja, az a bizonyos riportalany, aki elmondja, hogy hogy kell egy lovat eladni, akkor is, hogyha az a ló már gyakorlatilag alig ló. Meg a vásárokról általában. Szükséges körül az a vásár arra, hogy a fölhajtásnál vevő tudjon legalább mibe válogatni. De minőségileg gyöngébbek a vásárok. Mit kell a lóvásárlásnál megfigyelni? Az ember a jó lovat szemre vételezi, elsősorban mindjárt a küllemit. Megfelelő jó nyak, derék és jó lábak. Legfontosabbak a lábaknak a jó állása és a deréknak. Lehet, hogy eltúlzott legenda, hogy egy rossz lovat meg lehet úgy preparálni, hogy az a vásárba jó lónak mutatkozzon? Hogy nem legenda, ez egy tény. Vannak az úgynevezett gyeplőfogó lovak, ami hát életveszélyes a hajtóra nézve, ha nem tudja hajtani, elkap a gyeplőt a farkával, fölrugdos. Ezt az, aki eladik ilyen lovat és tudja a szokását, az vásárban nem köti le a gyeplőt az istráng alá, hogy ne bírja a ló elkapni. Akkor kivesz egy hámkarikát, a külsőt, hogy ne érjen fel a ló csípeire. Pász közül 99 nem veszi azt észre, hogy ott hiányzik egy karika. Így vegyen az ember lovat. A 60-as, 70-es években a magyar ismeretteresztő filmek megjelentek a nemzetközi fesztiválokon. Megint csak egy bizonyos álszerénységgel mondom, hogy 1948-ban a magyar filmszaknak az első ilyen fesztivál elismerését, nem nagy díjat, de egy kis elismerést apámnak a Futóhomok című filmjére adták Carlo Vivariba. De az igazi nagy győzelem az az volt, amikor 1965-ben a magyar filmszakmában először Cannes-i aranypálmát kapott egy film, méghozzá az is egy ismeretteresztő film volt, a Nyitány. Vadász János készítette. Vadász Jánosról annyit kell tudni, hogy nagyon sok természetfilmhez készített speciális makro-mikro felvételeket. És lett alkalmat kapott arra, hogy elkészítsen ezekből a felvételekből egy filmet, és ez egy zenére összeállítva egy csirke embrió fejlődése, és úgy látszik ez ragadta meg a zsűri figyelmét, hogy nem egy magyarázó szöveg, de ugyanakkor megismerjük a természetnek egy érdekes titkát. Thank you.
csirkének se könnyű megszületnie. A 60-as, 70-es években egy nagyon jó generációja kezdett, illetve dolgozott a rövidítve az ismeretlenesztő filmszakmának. Az ő filmjeikből mutatnánk be most egy pár dolgot. Nagyon érdekes, hogy előbb is tapasztaltuk már, hogy a narrátor szövegek kezdtek alább hagyni. Itt például semmi narrátor szöveg nem volt. De voltak kollégák, akik kifejezetten olyan képi eszközökkel készítették a filmjeiket, hogy nem is igényelték a narrátor szöveget. Ilyen volt például Schuller Imrének az Átkelés a Gránikuszon című filmje, amely egy iparművészet történeti film tulajdonképpen. Ekkora a kép. Bodrosi Félix kollégánk filmjéből mutatok egy részletet, ez egy kis természetfilm részlet. Ennek az elkészítési körülményei voltak az érdekesek. Félix tudnélik a nyaralójának a kertjében egyszerűen provokatív módon elhelyezett egy pár ilyen madárfészeknek való üreget, és hagyta, hogy ott befészkeljenek a madarak. Ez egy operatőri szempontból nagyon kényelmes dolog, de ha nem fészkel be madár, akkor hiába mindent. Neki szerencséje volt, és ezért meg tudta csinálni belőle ezt a filmet. A helybéli csősztől hallottam, hogy a cinkék szívesen bérelik odójukat állati szőrrel. És nem csak tanáccsal látott el, hanem mindjárt egy zacskonyi szőrt is mellékelt hozzá. S lám, az örökké leselkedő kis kék tojó tüstént tudta, mit évő legyen vele, pedig kétlem, hogy rövidke életében már lett volna dolga ezzel a matériával. Minden esetre a vörös pofa szakál eredeti viseletnek tűnt a kék tökmagon. A tudományos ismeretterjesztő film tulajdonképpen nem műfaj a szó klasszikus értelmében, viszont valamennyi filmes műfajnak az eszközeit használhatja, olyan önálló ága a film szakmának, amelyik a valamennyi műfaj eszközét használhatja arra, hogy megmagyarázzon egy tudományos tételt. Használhatja a játékfilm eszközeit, a dokumentumfilm eszközeit, az animációit, ha akarom, a filmhíradó kifejező eszközeivel is dolgozhat történelmi témáknál, vagy akárhol. De ez volt a leglényegesebb, hogy ezt így, hogy úgy mondjam, tudásukká tették alkotótársaim, és a legkülönbözőbb filmes eszközökkel próbáltak inkább dolgozni a klasszikus, magyarázó, oktató film helyett. Például Préda Tibor kollégám Csonka Jánosról készült filmjében nagyon szolidan, de kötelezően a téma bemutatásához használt játékfilmes rendezett eszközöket. Élethű, működő gépmodelleket készített az egyetemi oktatás segítésére. Ezek rendkívül hasznosnak bizonyultak, mert tanulmányozásuk közben a fogalmak és az összefüggések fáradtság nélkül szirárdultak meg a leendő mérnökök ismerettárában. A tanműhely energiaellátására maga szerkesztett gázmotort, amelynek alapötletét Párizsból hozta magával. Ez a motor keltette fel a 7 évvel fiatalabb, akkor még gépészmérnök jelölt Bánki Donát érdeklődését a belső égési motorok iránt. Így kezdődött Bánki Donát és Csonka János barátsága, gyümölcsöző együttműködése, amelyből sok nagyszerű műszaki alkotás született.
Nagyon sok alkotó dolgozik a dokumentumfilm eszközeivel, teljesen érthető módon. Nézzünk meg egy néprajzi filmet, amely kifejezetten dokumentumfilm eszközökkel készült. Zengliszki kollégám készítette, ilyen zsindely készítő erdélyi parasztemberekről. Hogy egyenes legyen, árülés mozgó. Addig, amíg egyenes lesz az a rendi, akkor megfordítjuk, ez lesz a teteje. Akkor itt húgat húzunk neki. Külön kiemelném azt a hangi atmoszféráját is, amely hát szinte a dokumentumfilm egyik jellegzetessége, de itt levegője lett az egész műhelynek attól, hogy ezt a környezeti hangot hallottuk alatta. És hát az animáció különböző típusai. Miféle növény vagy te? És miért lövöldöztél rám, amikor én nem bántottalak? Miért gondoltad azt, hogy én növény vagyok? Abból, hogy ágas-bagas vagy, mint... Ez csak megtévesztés. Én hidra vagyok, és azért lövöldöztem, hogy elkergesselek. Ilyen mérges nyillal? Még mindig sajog tőle a hátam. Az én nyilaim mind mérgesek, és úgy égetnek és csípnek, mint a család. Ezért is hívják egész rokonságomat csalánozóknak. Szóval így is lehet természettudományt oktatni, és gyerekeknél különösen előnyös is tud lenni, mert megjegyzik. A 70-es években kezdődött el tulajdonképpen a televíziós ismertesztésnek az igazi föllendülése. Televízió volt, készítettek is műsorokat, de a televíziós ismertesztő adások és műsorok ekkor kezdték el igazán betölteni a szerepüket. Tudatosan használom a televíziós adás, illetve a televíziós ismertesztő műsor szót, és nem a filmet erre a célra, mert a sajátos televíziós eszközökkel készítették ezeknek jó részét. Műsorvezetővel magyarázták el a szöveget, illetve a tételt, amit be akartak bizonyítani, és egy más illusztratív módszerekkel, mint a filmnek az illusztratív módszerei, tehát nem filmszakmai eszközök annyira. Magyarországon például a Juhász Árpádnak voltak nagyon jó ilyen televíziós ismeretterjesztő műsorai, vagy az Ifjabbik Kolányinak volt a Delta című sorozata, amelyik évtizedeken keresztül nagyon jó tudományos ismereteket, ismert anyagot szállított a nézők számára. A 80-as, 90-es évek fordulójára egy nagy kulturpolitikai változás következett be, és gyakorlatilag néhány éven belül felszámolódott a rövidfilmes filmgyár, mint terület is és mint szervezet is. A Helios stúdió néven népszerű tudományos stúdió még megpróbált fennmaradni, és csinálták továbbra is a természetfilmjeiket, sőt, a természetvédelmi hangulat kezdett kiépülni a sima természetfilm helyett, például Zöld István kollégám Úton című filmjében. Thank you.
Ekkor indult el az a mozgalom, hogy az ilyen bizonyos BKK által látogatott párzóhelyekhez forgalmasabb autót akart, átjárókat építsenek. Ebből egy nagyon komoly természetvédelmi mozgalom alakult ki, főleg itt Nógrád megyében, a Dunakanyar fölött, ott volt ez egy nagyon komoly probléma, mert védett békák tömege pusztult el egyszerűen akkor, amikor átmásztak a forgalmas országúton a párzási időszakban. Említettem, hogy átszervezték a szakmát, és hát bizony ez azzal járt, hogy az a bizonyos piros épület az ez lett. Így végződött 1913 után 1995-ben a rövidfilmes filmgyár sorsa ott a Fradi pályával szemben, ahol most egy autóbusz Máva út végállomás van. Viszont éppen ezt megelőzően szerencsére elkezdtek kialakulni az önálló filmstúdiók. Elsőnek, erre büszke vagyok, mert én hoztam létre, a Krónika Alkotóközösség és Film Alapítvány című stúdió lett filmgyártól független önálló vállalat, amelyik csak kifejezetten ismeretterjesztő filmek készítésére alakult, pályázati úton beszerzett pénzekkel. És nem sokkal, körülbelül éppen a filmgyár pusztulásának az idején a Dunatáj Alapítvány is megalakult, vagy lehet, hogy valamivel még előbb is, még a filmgyár megvolt, bocsánat, megalakult a Dunatáj Alapítvány, amelyik aztán később a Duna TV számára csinált nagyon jó munkákat, és hát egyéb filmeket is természetesen. A száz közösségek saját elképzelésük és tudásuk szerint mindenfajta egységes terv vagy felsőbb rendelkezés nélkül építkeztek. A 15. század közepétől már közel 300 parasztvárról és erődtemplomról vannak írásos emlékeink. Vész idején a lakosság a vártemplomokba húzódott vissza. Ott tartózkodásukat szigorú előírások szabályozták. A falakat tornyokkal, bástyákkal magasították, támpillérekkel erősítették meg, védőfolyosókkal, lőrésekkel, szuroköntőkkel látták el. Belül kamrákat alakítottak ki, ahol a háztartások féltett értékeit, ünneplő ruháikat, a termést, az élelmet őrizték békeidőben is. A 18. században a vártemplomok elvesztették védelmi szerepüket, de a közelmúltig a hétköznapi élet biztonságának őrzői maradtak. A történelmnek vannak kisebb területei, sajátos szögletei, amelyek szintén hát érdekes tudnivalókat hordoznak. Például biztos vagyok benne, hogy nem nagyon tudnak arról általában, hogy Magyarországon már a tatárjárás óta többször is királyi rendeletek foglalkoztak kifejezetten a cigányok kérdésével. Megpróbálták egyenesbe hozni a sorsukat, és hát ez nem mindig sikerült. Kende Péter kollégám készítette egy filmet a cigányok, a magyarországi cigányok történelmével kapcsolatosan, abból nézzük meg egy rövid részletet. Mi Zsigmond, Isten kegyelméből német-római császár, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország királya, üdvözletünket küldjük minden híveinknek, nemeseknek, katonáknak, várnagyoknak, tisztartóknak, a szabad királyi városokban lévő adófizetőknek és azok bíráinak a királyságban és birtokaikon. Hívünk László a cigányok vajdája, más közülük valóknak tekintendőkkel itt szepesen azon kérelmüket terjesztették elő, hogy méltóztassunk felőlük bőségesebb kegyelmünkkel gondoskodni. Honnan is kérelmük elolvasása nélkül elvégeztük számukra engedélyezni, hogyha ez a László vajda és népe a mi uradalmunkba, tudniillik városainkba megérkeznék, arra az esetre az ott lévő hűségteknek erősen meghagyjuk és megparancsoljuk, hogy ezen László vajdát és az alája tartozó cigányokat
kifogás és bármiféle zavar nélkül befogadjátok és megtartóztassátok, sőt mindenféle bántalmazástól megvédelmezzétek. Ha pedig közöttük támadna bármiféle cívódás vagy zavar, abban nem ti, sem pedig közületek bárki, hanem egyedül László Vajda tehet ítéletet, vagy adhat felmentést. A tematikus csoportok közül az egyik legfontosabbnak tartom a művészettörténet és művészeti filmeknek a csoportját. Nagyjából hasonló módon készítettük őket, mi is, és a Dunatáros kollégánk is, mint a történelmi filmeket, hiszen voltak éppen ezek is portrék. Egy-egy művész portré, egy-egy uralkodó portré a helyett például. A Munkácsi Inasa címmel Riporónairól készült például egy portréfilm. Én egy kevert familiából való vagyok. Ha ló lennék, azt mondanák, hogy félvér. Apám egyszerű földműves emberektől származtatja magát, ő azonban már tanító lett, és úgy látszik, nagyon megállotta a helyét. A haza kis polgárait jól nevelte, mert a legfelsőbb királyi kitüntetést, az aranykeresztet is megkapta. Anyám igen előkelő származásúnak mondja magát, Lipót király adta meg nekik a nemességet. Valami katonai vezető volt Erdélyben őse. A törököket nem vette be a gyomra, gondolom egy párszor rájuk koppintott hát, kitüntették. Különben a címünkben van lekacabolt török fej, elég oroszlány és más sok badarság. A legkülönösebb az egészben az, hogy apámtól tanultam el az uraskodást, anyámtól pedig a munkát és az egyszerű beosztást. Moldoványi Judit kolléganő filmjével zárnánk. A szitakötőkről, egy állatfaj portréja. Ezután következik a szárny kibontása. A szárnynak eddig egy egészen kis hátitáskában kellett összehajtogatva elférnie. A szitakötő fokozatosan pumpálja tele a szárnyán lévő érhálózatot levegővel és testnedvel. A csoda körülbelül egy óra alatt történik meg. Ez alatt az idő alatt, mint a mesék álruhás királyfia, leveti régi ruháját, és gyönyörű színpompás öltözékben áll előttünk a szitakötő. Én köszönöm szépen, hogy megnézték velem a mi múltunkat, és hát bízom benne, hogy egy kicsit a jövőnket is még.